Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a személyes havi jóslást. A díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, ennél az általános jóslásnál, hogy mit mutatnak a kártyák a halak jegyében születetteknél. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, a kivetés szélén. De azért így visszafele tekintesz, az azt jelenti, lesznek olyan pillanatok, amikor úgy elfordulsz az események elől, és lesznek olyan napok, amikor odafigyelsz bizonyos dolgokra, különösen, ami a múltban történt. A fejed fölött lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Itt a horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos most számodra a biztonság érzete. A horgony jelenti a munkát, a hivatást is. Itt lehetnek beszélgetések, szerződések, és itt közvetlenül fölötted ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Ezek most nálad a tervek. Itt a másik oldalon látható ez a férfi. Ez utal a férfiakra, a hölgyeknél jelenti a lelki társat. Az első sorban jelenik meg, a feje fölött nincsenek kártyák, az jelenteni a gondolatait, a terveit, de olyan titokzatos, nem beszél ezekről. Ő is itt a kivetés szélén van, azzal a különbséggel, hogy ő eltekint a kártyáktól, tehát nem figyel oda a dolgokra, nem beszél tervekről, zárkózott. Az egyetlen, aki itt mutatja azt, hogy mi van körülötte, ez a kártyavetőnő. És ez a kártyavetőnő felhívja a figyelmét arra, hogy itt három ablak látható. Ez lehet internet, vagy jelenti a lehetőségeket, és eljött annak az ideje, hogy ő ezeket észrevegyen. Itt látható egy nyitott ablak a virággal. Az jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy egy szép otthont, vagy egy meghívást, egy látogatást. Lehet, hogy abban reménykedik, hogy te meghívod őt, vagy meglátogatod őt. A virágcsokor az jelenti a te szépségedet, nőiességedet is. Itt ennél az ablaknál megjelenik a négy levelű lóhere, tehát a szerencse. És itt az idő, azon kívül a lehetőségek, itt van ez a papír tekercs, ez lehet egy hír, ami útban van hozzá, vagy lehetnek szerződések is. Amit a kártyavetőnő még közölne, vele, ha ő megkérdezné, hogy még benne van az arany kalitkában, ami fogva tartja őt. Ebből a helyzetből ki kellene lépnie. Mivel itt van egy tevékenység, jelentheti a munkát, az ő munkahelyét is, jó lenne egy munkahelyi változás, a lehetőségek megvannak erre, ez az ajánlat útban van hozzá, de itt valaki játszadozik. Az jelentheti azt, hogy nem szabad, hogy ő eljátsza ezeket a lehetőségeket, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki játszadozik vele.
amit a kártyavető nő még közül, mennyire jó lenne az, ha belenéznétek a tükörbe, mi tükröződik jelenleg számotokra, vagy jelentheti ezt a nyitottságot, egy találkozást, egy testi kapcsolatot. De ez a férfi nem mer rákérdezni, hiszen itt van fölötte a felhő, és úgy gondolja, hogy minden olyan átláthatatlan, itt megjelenik újra a tükör, olyan beborult fátyol van itt kettőtök között ebben a tükörben. Ez megjelenik az ő gondolataiban, fél attól, hogy elutasítod őt. Ez a férfi a lelki társad, és itt ugyanerről a férfiről van szó, de más a hozzáállása, és ez, amit a kártyavetőnő közöl vele, hiszen megvan a lehetőség, a szerencse, bele kell nézni a tükörbe, hiszen te is tükrözöl számára valamit, és ez a felhő, ez a bizonytalanság, ez nem tesz jót neki, hiszen nem mer közeledni hozzád. És mit tesz ez a férfi? Megbeszéli másokkal, vagy kikéri másoknak a véleményét, amikor így szerelmi témákról, erről a tisztító erőről van szó, vagy ez a lilium virág jelenti a szexuális kapcsolatot is. Ő így akar közeledni hozzád, megvannak ezek az elképzelések, de megvannak a bizonytalanságok is, holott ott vagy mellette, tehát nyitott vagy te is erre a találkozásra. Ez a férfi egy vonalban van veled, amikor ezt a nyitottságot kimutatod, és itt van akkor egy ajándék, egy kellemes meglepetés, egy meghívás, egy látogatás, itt tükrözöl számára valamit, de elvárja azt, hogy te tégy lépéseket feléje, hiszen ha neki kellene most közeledni hozzád, akkor ő még nagyon bizonytalan. És itt a fa jelenti azt, hogy mennyire fontos számára, hogy nálad le tudjon gyökerezni. És kell ez a gyógyító erő is. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt van a szerencse, a lehetőségek, tisztázódnak a dolgok, de még van itt egy akadály, ez a tükör, ahol a fátyol van, amikor vannak bizonytalanságok, nem tudja, hogy hogyan reagálsz, de próbálkoznia kellene. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható ezekkel a kártyákkal egy vonalban. A nyilvánosságon megkapod az elismerést, mások észrevesznek téged, itt van ez a talizmán, ami neked szerencsét hoz, sőt, itt lesznek értékek, itt lesz nyeremény is. Te ezzel a kártyával szintén egy vonalban vagy, kell a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony jelenti a munkát, a hivatást is. Ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, itt megvannak az álmok, az elképzelések, a csillagok szerencsét hoznak, persze jelenthet egy spirituális területet is. És ez a főpap esküszik arra, hogy ez az álom megvalósul. Itt van hozzá a remény, a szerencse, légy nyitott erre. Ami őt illeti, itt lesz majd egy találkozás, egy meghívás, itt szerelemről van szó. Azon kívül a ház jelenthet látogatás vagy egy meghívást, de azt is, hogy ki tudtok építeni közösen valamit. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. A kártyavetőnő jósol. Akkor is, ha ő elfordul az eseményektől. De a kártyavetőnő felhívja a figyelmét arra, eljött annak az ideje,
hogy kilépjen ebből az arany kalitkából, ami fogva tartja őt. Itt lesznek tevékenységek, beszélgetések, a gyűrű jelenti a kapcsolatot hozzád, vagy hogy visszatér hozzád, a gyűrű jelenti gyakran a visszatérő eseményeket, ami a munkát, a hivatást illeti, ez a gyűrű lehet egy szerződés, és itt van a siker, az elismerés. Második hét, november hónapban itt látható, lesznek változások, az utak jelentik a döntéseket, de te visszatekintesz még a múltba, és érzed az, hogy kell egy változás, az utak jelentenek egy új irányt, ne hagyd az, hogy mások játszadozzanak veled, de a lehetőségeket se játszd el. Itt az ablakok jelentenek egy bizonyos helyzetet, amikor kinyílik az ablak. Ezek ajánlatok, ezek lehetőségek, ez szerencsét hoz, lesz egy jó hír, egy szerződés, mindez útban van hozzád. Harmadik hét, november hónapban itt látható. A fa jelenti a biztonság érzetét. De van még bizonytalanság, hogy tényleg így lesz-e, ami az otthont illeti, a családot, vagy egy találkozást. Itt látható a tudás, a tanulás, de jelenti ez a könyv az ő nyitottságát is, és ez az álmod, ez az elképzelésed, a talizman szerencsét hoz, lesz egy találkozás, és ő nyitottan fog beszélni veled. Itt a ház lehet egy közös otthon tervezése, vagy a család, de itt még valami átláthatatlan. Ezek lehetnek családi kapcsolatok is, amikor nem tudod, hogy ki mit akar tőled. Utolsó hét, november hónapban itt látható. Lesz egy jó hír. Itt szerelemről és testi kapcsolatról szó van. Mindketten nyitottak vagytok erre. De vannak más kapcsolatok is, mint például kereskedelmi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, különösen ami őt illeti. Mivel a feje fölött itt van a felhő és a fátyol, ő kicsit bizonytalan, nem tudja azt, hogyan reagálsz, hogyha ő közöl veled valamit. Az is lehet, hogy ő tanácsot kér másoktól. Ők biztatják őt, igen, írd meg, hogy mit érzel, mit szeretnél. És itt a főpap esküszik számodra, szerencsét hoz, sőt, lesznek értékek és nyeremények is. Ez a levél lehet egy lottó például, amikor itt látható a nyeremény. Tehát november végén megpróbálhatsz lottózni, esetleg bejön majd ez a nyeremény, a kártyák ezt is jelenthetik. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!